Kedarnáti fő Siva templomban vagyunk, vagy annál, mindjárt bemegyünk. Ez Indiának az egyik legősibb temploma, hát körülbelül egy kicsivel több mint 5000 éves. Természetesen már eleve, mikor ezt építették, ezt a templomot, eleve zarándokhely volt. Volt egy kisebb templom, tehát mint zarándokhely, mint Sívát imádó zarándokhely, ez sokkal idősebb, mint 5000 éves. 5000 évvel ezelőtt a híres kuruksetrai csatának a győztes Pándava testvérei építették. Pándavák, emlékeztek rá, az öt Pándava, Judistír, Arjuna, Bhima, Nakula és Sahadev, akik megnyerték ezt a kuruksétrai csatát, ugye Krisna utasítására. Ez egy óriási harc volt, igazából a dharma és az adharma, a vallásosság és a vallástalanságnak az áldás csatája volt. És amikor ennek nagyon sok ember meghalt, és amikor ennek vége lett, akkor Krisna maga kérte Arjunát és Judistírt, ugye a fő Pándavákat, hogy jöjjenek el öten ide, Kedarnátba, és építsenek az Úr Sívának egy templomot, és kérjék az ő bocsánatát a sok erőszakért, ami a csatában történt. Egy fontos dolog tudni, hogy igazából ebben a csatában egyikük sem szerzett karmát, mert ez egy isteni elrendezésre létrehozott csata, amely megtisztította a Földet, amit egyébként korszakról korszakra Krisna vagy Krisna valamelyik avatárja meg szokott tenni. De hogy példát mutassanak a Pándavák a hétköznapi emberek számára, hogyha életet ontasz ki, vagy bármiféle bűnös cselekedetre adod a fejed, hogy annak meg kell fizetni az árát, vezekelned kell érte, valamilyen módon jóvá kell tenned, ha pedig nem teszed meg, akkor annak előbb-utóbb valamiféle visszahatása meg fog történni. Ezt a templomot, mikor a Pándavák megépítették, utána rá következőleg körülbelül 1300 évvel ezelőtt Sankarácsárja renováltatta, újította fel. Ő neki ez egy nagyon fontos hely volt az életében, nagyon sokat tanított itt. Itt van egyébként egy kis templom a Sankarácsárjának, sőt, ha jól emlékszem, még a szamádia is, hogy itt van eltemetve szamádiba helyezve, majd azt is megnézzük valószínű valamelyik, vagy ma, vagy holnap a nap folyamán valamikor, mielőtt elindulunk, vagy miután visszaérkezünk, majd azt még meglátjuk, hogy a program hogy alakul. Bent a templomban egy szép nagy Shiva murti, Shiva lingam van, amivel már találkoztunk jó sokszor, itt imádják, nem sokára állati szertartás is történik. Általában nagyon sok ember van az állati szertartáson. Most valahogy szerencsénk van, tehát az egész város mondhatni kihalt. Egyébként egy tűt nem, tehát mikor mondjuk egy hete voltam itt utoljára, vagy másfél hete, nem több, most már két hete, egy tűt nem lehetett az utcán elejteni, annyian voltunk. Mit akartam még mondani? Tehát a főoltáron egy sívalingam található, a templomnak a fala pedig belül fekete márvány, nem is fekete márvány, mert az egész templom mi az a kőzet, gránitból készült, az egyik legnehezebben megmunkálható kőzet. Belül már a sok ugye füstölőtől és gémécsestől már minden fekete színű, de a templom belseje ki van faragva, és az öt Pándavának az alakja van belefaragva, Krisnának, Srimati Rádarániának, Krisna örök társának, illetve a Pándavák egyéb családtagjai vannak egy ilyen murti formában megfaragva. Nagyon-nagyon szép, az egész templomnak a hangulata rendkívül ősi, próbáljátok meg így magatokba szívni a hangulatát, és azt az áldást, amit Kedarnát szent helye ad mindazoknak, akik ide eljöttek. Azt mondja a hagyomány, hogy az, ha valaki ide eljut ezekre a helyekre, az már eleve nem egy közönséges dolog, csak meghívás által lehet jönni. És nem úgy, hogy Góra Krisna Dász meghívott benneteket, hanem az Úr Shiva, Krisna a legfelsőbb úr, valami miatt úgy gondolta, hogy nektek itt a helyetek. Hogyha valaki úgy gondolják, hogy nem, akkor hiába vált repülőjegyet, hiába veszi meg a lójegyet, a taxit, hiába eszik sok szabzsit és rist és dát, nem fog eljutni. Tehát érezzétek magatokat meghívott vendégnek és megtisztelve,
és próbáljátok meg a helynek a szellemiségét egy kicsit magatokba szívni. Jó? Egy akkor most kérdés, a templomban nem lehet, körülötte lehetséges, igen.